Tavaly nyáron szerződött egy évre kölcsönbe a Liverpooltól a holland élvonalbeli Groningenhez, amely az Európa Liga helyezésért küzdött. A klub nem él opciós jogával, így a több játék lehetőség érdekében az egy évig még a pool kötelékébe tartozó Adorján Krisztián tovább lép. A hova továbbról is beszélgetünk az utánpótlás válogatottakat, megjárt egykori MTK nevelés elő a vendégünk. Szia, jó reggelt kívánok! Krisztián, így utólag jó döntés volt a Groningenhez igazolni? Jó, úgy érzem, én nagyon jól éreztem magam uh, Groningenben. Egy olyan év telt el, amiből nagyon sokat tanultam. Um, de végül úgy döntöttünk, hogy uh, mindkettőnknek jobb az, hogyha ha tovább lépünk. Nekem én több játék lehetőségre számítottam. Játszottam ugyan 21 meccsen. Hát játszottál azért sok meccsen, Igen, de többre számítottál az Igen, szerintem. De több uh, hogy mondjam, bizalomra számítottam a a klubtól, a vezetőktől, az edzőktől, úgyhogy ö, emiatt döntöttünk, úgyhogy tovább lépek. Ö, azt mondnak, hogy melyik a nehezebb, az angol utánpótlásban, vagy a hollandiában élvonalban játszani? Más. Hát nagyon más, más de miben más nagyon? Hát ö, Liverpoolban ugye, ott még fiatal voltam, fiatalabb voltam, ott ö, az nem felnőtt foci volt, a Hollandiában az már felnőtt foci. Öm, Hát azt kell mondjam, talán a Hollandia, mert nyilván ott felnőttek ellen egyfolytában, az nehezebb volt valamilyen szinten, de nem sokkal. Nem sokkal. Ha kritikusan nézed magadat, akkor ebben a Groningeni évben mi az, amiben fejlődtél? Amiben fejlődtem mentalitásban nagyon sokat, akkor a technikai dolgokban természetesen, mert Hollandiában nagyon szeretik a technikás focit, Úgyhogy, hát igen, de legtöbbet, hogy, hogy kell kezel, hogy kezeljem a dolgokat, ugye a felnőtt közelben teljesen. Igen, ezekben mondanám, hogy a legtöbbet fejlődtem. Ha önkritikus vagy, akkor azt állíthatod, hogy ez a hollandia vonal, ez még túl erős neked, vagy maradjunk annál, hogy több bizalmat érdemeltél volna? Na, nem, na, nem túl erős egyáltalán. Nem. Uh -huh. é, én úgy érzem, hogy megállom a helyemet ott és uh, ki tudja lehet jövőre, hogy ott leszek meg könny Tehát könnyen lehet, hogy, a, hogy az, hogy nem Groningenben, ember, az azt jelenti, hogy továbbra is Hollandiában. Lehet. Ez a legvalószínűbb, azt gondolod? Nem tudom meg. <laughs> nem akarod elkiabálni. Uh, a szerződés szerint ugye még egy évig a Liverpool játékosa vagy. Az elképzelhető el, hogy visszamész Liverpoolba? Uh, a van velük, szóval mm. elképzelhető. Én nem szeretnék visszamenni, szeretnék uh, tovább lépni, azt még nem tudom, hogy hova, de nem szeretnék visszamenni, de hát ugye szerződésen van velük, úgyhogy lehet a felkészülés ott kell kezdeni. Aha. Na most, amikor 2009-ben 16 évesen kikerültél Liverpoolba, utolsó magyarországi szezonodat ugye Csiki Norbival, Kálnoki kissel, Eppellel, ezzel az MTK-ban töltötted, u 19 ben dolgoztál végig. Hát olyasmi felvetődött, vagy keresgéltek, hogy, hogy MTK vagy Magyarországra visszatérje? Hát Konkrét megkeresés nem jött. Uh -huh. Tavaly nyáron a válgatott előtt edzettem az MTK-val, akkor a Garami Józsi bácsival beszélgettünk, de mondtam, hogy én külföldön képzelem a pályafutásomat, úgyhogy ebben nem gondolkodok. Hogy uh -huh. Tehát uh, te tehát van egy hatalmas elképzelés a pályafutásodról, és ebben ilyen magyarországi kitérők nem jelen pillanatban? Egyáltalán nem jelen pillanatban nem. Uh -huh. Mi lenne a legoptimálisabb szerinted? Legoptimálisabb? Uh -huh. uh -huh. szala... Ha jól értem, akkor Hollandi lenne a legoptimálisabb, és akkor úgy lőjük be körülbelül a, a, a csapat erősséget is? Um, Hollandia, és hát igazából a csapat erőssége lehetne Groningen, vagy akármilyen lejjebb. Az a lényeg, hogy teljes bizalmat kapjak, hogy érezzem, hogy, hogy bízik bennem az edző, hogy szeretne játszatni, akkor is, hogyha van olyan meccs, amikor nem játszok jól, hogy akkor is azt érezzem, hogy, hogy nem baj, van ilyen, és akkor gyerünk tovább. Igazából minden lenne, hogy melyik csapat az enyek, hogy minden meccsen játszak, és fejlődjek, és ennyi. Hogyha visszakorunk Liverpool, a Liverpool 93 as születésű csapatából többeknek sikerült a felnőttekhez eljutni a most Wisdom, Robinson, Flanagan. Hasonlítsd össze magukat, magadat velük. Hogy érteni? Hát, hogy, hogy, hogy ők hol tartanak, te hol tartasz? Hát nyilván előrébb tartanak, mint én. Több hát, bemutatkoztak az első csapatba, aztán utána hajoltam. A Flanagan-en kívül mindenki elment kölcsönbe, uh -huh. másodosztályba talán. Ö, hát nyilván előrébb tartanak, mert több meccset játszottak felnőtt futballba, tehát több ö, tapasztalatuk van. meg több, igen, több tapasztalatuk van az egészre, hogy hogy működik a felnőtt foci. Mert ezt azért is kérdezem, mert kinti források szerint téged úgynevezett highly rated prospectnek tartottak, <há> és az a kérdés, hogy hogy mi az, ami hiányzott, hogy most róla, most úgy beszélgessünk, hogy te egy Premier League játékos vagy. Um, hát nem tudom, hogy mi hiányzott. Én úgy gondolom, hogy uh, beláttam mindent, aztán van így, hogy uh, nem sikerül néha, de én nem voltam csalódott, már én úgy gondoltam, hogy ez a hollandiai továbblépés az, az, nekem jobb lenne, mint hogy jó, nyilván jó lett volna bemutatkozni a Premier de az jobb lett, jobb, hogyha minden meccsen játszok, ami most nem jött össze, de ez is mondtuk azt közösen, hogy jobb lenne a tovább lépés az én szempontomból is, és talán a klub szempontjával is. Egyébként stílusát illetően is ha a holland foci az közelebb áll, Hát jelen pillanatban igen. Uh -huh. Mert erősöd, úgy gondolom, hogy erősödnöm kell fizikailag, meg futómennyiségileg, nem tudom, hogy nem, uh -huh. nem. Uh -huh. és uh, úgy gondolom, hogy a Holland bajnokság az, az olyan, hogy az, az pont arra jó, hogy tudjak fejlődni. Általában is azt gondolod, hogy a... Mert szoktunk erről itt beszélgetni, hogy magyar fiataloknak, ügyes magyar, tehetséges magyar fiataloknak uh, hova érdemes uh, magyar focistaként menni, és egyre többször hangzik el az, hogy Hollandia hát, való nekünk. Én úgy gondolom, igen, hogy Hollandia az nagyon jó... Uh, szeretik a, ugye az olyan fajta futballistákat, mint a magyarok. Úgy gondolom, hogy fiatal magyar futballistáknak jó Lengyelország, olyan bajnokságok, ahol ami jó bajnokságok, de még nem top bajnokságok, de a top bajnokságok figyelik. Uh -huh. Tehát ott, ott jobban szem előtt van. Igen, ha. Én úgy gondolom. Na most, amíg a Liverpool egy mondat, hogy a reserve csapatban egy Sterling nevű a játékos rengeteg gólpassz, meg kitűnő indítást köszönhetett annak idején e, neked. És ugye ez a störling e, most 18 évesen bekerült az angolok világbajnoki keretébe. Te, aki játszott el is ismered, tehát mit vársz tőle ettől az egykori játékos Brazíliába? E, lehet belőle szerinted egy Owen meg egy Rúni után egy, egy álló csillag az angol fociban? Hát a képességei megvannak hozzá, úgy gondolom, hogy egy iszonyatosan gyors játékos, talán a leggyorsabb játékos, akivel valaha játszottam technikailag kitűnő, hát igen, nyilván minden héten játszik a Liverpoolba, úgyhogy már tapasztalata is megvan, akármennyire 18 vagy 19 éves, és hát igen, megy a vb re gondolom egy álom vált valóra neki, úgyhogy hát a legjobbakat kívánom neki. Meglepett egyébként téged a pool idei teljesítménye? Nem biztos, hogy a picit. szezon elején mindenki aláírta volna azt, hogy majdnem bajnak Egy meg. picit igen, de... Uh -huh. De a Brandon Rogers, az, uh, ami, amióta odajött, azóta ezt a játékstílust, amit ebbe az évben láthattunk, azóta ezt uh, szajkóza és ez most jött ki, és uh, hát nagyon jó szezont futottak, sajnos nem vettek bajnokok. Uh -huh. Na most, hogyha már erről a fajta Brandon Rogers féle játékstílusról beszélünk, akkor még erről egy mondatot, a, 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 a te mit látsz ennek a lényegének? Eh, uh, azt, hogy uh, a labdát a labda mindig a Liverpoolnál legyen, mindig tartsák, akármennyire 15-ször körbe kell járatni, jobb az, mint hogyha ők futnak a labda után, ez a lényege. Uh -huh. uh, a liverpool hagyjuk el, és nézzük egy kicsit, ugye szó esett már arról, hogy amikor itthon voltál meg az MTK-ba edzettél, meg korosztályos válogatottak, és ugye játszottál a korosztályos válogatottakba okay. egymás után sorba. A te fontos céljaid között ott szerepel Pintér Attil, a felnőtt válogatottja is? Nyilván, uh -huh. természetesen. Úgy gondolom, hogy először egy olyan helyet kell keresnem, ahol minden héten játszok, és hogyha minden héten játszok és jól teljesítek, akkor Előbb-utóbb úgy gondolom, hogy jönni fog a meghívó és a szövetség. Te, te nem vagy ebben türelmetlen? De Mert azért láthatsz olyan focistákat, akik szintén nem játszanak két hétre és válogatottak? Nyilván, hát ez a kapitány döntése, nyilván ezt tiszteletbe kell tartani, és tenni kell a dolgomat, és fejlődni, és amikor eljön az ideje, akkor. Hm. készen leszek. E, és van egyébként a felnőtt válogatottal kapcsolatod, tehát figyelik a játékodat, és te beszélgettél már a magyar felnőtt szövetségkapitányal arra, azzal, hogy mi van veled, és, és mi, 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 lehet veled? A Pinter Attilával e, még nem beszélgettem, az előző kapitányal már beszélgettem. A Degervári Mester annak én beszélget, és beszélgettetek. És azt mondták, hogy így a legvégén, hogy ha Hollandia, ha nem Hollandia, valószínűleg Hollandia mikorra dőlhet el a sorsot? Hogy állnak a tárgyalások? Hát legkésőbb augusztus 31, de remélem, hát én minél előbb el szeretném, hogy dőljön. Azt szeretném, hogy a felkészülés már az új csapatba kezdjem, nem akarok így bekapcsolódni, de hát a futballban soha nem tudod, hogy mi történik, úgyhogy... Na de erre törekszel, minél hamarabb egy én minél, hamarabb, minél hamarabb, minél hamarabb. Krisztián, hát kívánom, hogy összejöjjön, és akkor, akkor fejlődjél, és jó focit. Köszönöm Köszön szépen, a... hogy itt voltál. Köszönöm.